Mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy a háború első áldozata az igazság. Rengeteg információt hallunk Oroszország háborújáról Ukrajna ellen. Ezeknek az információknak egy jelentős része hazugság, és ebből a hazugságból a döntő többség az orosz propaganda által terjesztett hazugság. Az ennek a videónak a célja, hogy megtudjuk, mik ezek az Oroszország által gerjesztett hazugságok, hogy lehet őket megcáfolni. Így legközelebb, amikor kormányközeli médiát nézünk, vagy egyéb Oroszország által fizetett tartalmat, tudjuk, hogy mi az igazság. Az egyik legnagyobb hazugság az, hogy a NATO provokálta ki a jelenlegi konfliktust, és hogy Oroszország nem tudott más tenni, mint támadni, hiszen a NATO terjeszkedéssel ilyen helyzetbe került. Ez az úgynevezett a medve bajsza érv. A helyzet az, hogy a NATO egy védelmi szövetség. Alapvető célja az, hogy az országok védelmét biztosítja, leginkább az 5-ös cikkely és a 4-es cikkely protokollján keresztül. Magyarország a NATO-hoz szuverén nemzeti döntés, a többség döntése alapján csatlakozott. A Helsinki záró okmány óta, amit akkor a Szovjetunió is aláírt, a nemzetközi politika egyik alapja az, hogy minden országnak a saját joga eldönteni, hogy milyen szövetséghez tartozik. 2002-ben ezt kimondta Vlagyimir Putyin egy beszédébe, és ő is megerősítette, hogy minden országnak joga van eldönteni, melyik szövetségi rendszerhez tartozik. Így, ha az ukránok úgy döntenének és meghívást kapnának, hogy a NATO tagjai lennének, ez csak az ő döntésük lehet. Ugyanakkor volt egy másik helyzet is Ukrajna NATO csatlakozásával kapcsolatban. Soha nem volt Ukrajna NATO csatlakozása egy realitás. Mindenki tudta, hogy ez a politika egyik szóbeli eszköze. Több NATO tagország vétózta Ukrajna NATO csatlakozását, és valójában az Egyesült Államok sem állt teljességgel emögött a követelés mögött. Összességében tehát az, hogy a NATO provokálta volna ki ezt a konfliktust, egy hazugság. A másik hazugság, amit ezzel kapcsolatban az orosz propaganda állít, hogy ígéretszegő a nyugat, hiszen a rendszerváltoztatáskor megígérték, hogy a NATO-nak nem lesz keleti bővítése. Ez ugyanakkor egy hazugság. Amire az oroszok hivatkoznak, az Baker külügyminiszter úr egy mondata, amit mondott állítólag az orosz félnek, bizonyos diplomáciai források szerint. Ugyanakkor sem az orosz diplomácia, sem az amerikai diplomácia nem gondolta ezt annyira komolyan, hogy bármikor írásba adja. Onnan lehet tudni, hogy az oroszok is tudják, hogy ez hazugság, hogy 2000-ben, amikor Vlagyimir Putyin Bill Clintonnal találkozott, Vlagyimir Putyin elmondása szerint is Vlagyimir Putyin fölvetette, hogy csatlakozzon Oroszország a NATO-hoz, és sértődötten meséli a február 21-i beszédében, hogy Bill Clinton erre nem válaszolt érdemben. Értelemszerűen, ha az orosz vezetésnek fölmerült, hogy Oroszország NATO tag legyen, az azt jelenti, hogy tudták, hogy a keleti terjeszkedés egyáltalán nem egy tiltott vagy ígéretszegő dolog. Ezzel kapcsolatos további hazugság az, hogy Oroszország be volt kerítve ellenséges fegyverek által. Amit itt mutogatnak az orosz propaganda különböző médiatermékeiben, köztük a magyar köztévében, az egy olyan térkép, ahol lehet látni Oroszországot, és körbe különböző támaszpontokat, meg fegyvereket. A térkép eleve önmagába hazudik, hiszen a határok nagy része nem NATO határ, amit ezen a térképen mutatnak, de azért is hazudik, mert a Baltikumba és Lengyelországba az összes NATO fegyver 2014 után került be, amikor az oroszok már bevonultak Krímbe. Tehát ezek védekező fegyverek voltak, amiket a baltik és a lengyelek kérvényeztek azért, mert nem érezték magukat biztonságban, azért, mert 2014-ben Oroszország már bevonult az Ukrajna területén fekvő Krímbe. Az orosz propaganda azt is állítja, hogy nem volt más választása, mint elindítani ezt a háborút, hiszen az orosz etnikumú emberek ellen különböző népirtások folytak. Semmilyen bizonyíték nincs, hogy népirtás folyt volna az ukrajnai kelet-szakadár tartományokban orosz nemzetiségű emberek ellen. Bár voltak kisebbségellenes politikai lépések, és külön fájó, hogy magyar ellenes politikai lépések is az ukrán kormánytól, ezek eltörpülnek amellett, hogy Krímben, amióta orosz okupáció van, aki nem veszi föl az orosz állampolgárságot, attól elveszik az összes tulajdonát, és sokszor börtönbe zárják. A helyzet az, hogy a létrehozott szakadár köztársaságok, és itt szeretném megjegyezni a jobboldali választó kedvéért, amit a Kreml népköztársaságoknak nevezett el,
ezekben az, aki nem tartja magát etnikailag orosznak, vagy nem követi azt az ideológiát, amit ott meghatároznak, börtönbüntetést kap. Ilyen Ukrajnában nincs, és ez egy objektív különbség. Az orosz propaganda azt is állítja, hogy valójában Ukrajna készült a háborúra, és ezért ez egy megelőző csapás, ami folyik. Sokszor az orosz propaganda odáig megy, hogy azt mondja, hogy Ukrajna önmagát támadta meg. Ez értelemszerűen hazugság. A háborút megelőző két hónapban arról volt hangos a nemzetközi sajtó, hogy Oroszország több mint 100 000 katonát vitt Ukrajna határa mellé, és ezeket a katonákat arra készítette, hogy támadó háborút vívjanak. Szeretnénk itt jelezni, hogy amúgy sokszor Magyarország, a magyar kormány és a magyar közélet orosz barát része heherészre tagadta, hogy ez a támadás meg fog történni, értelemszerűen kiderült, hogy ők tévedtek. Ukrajnában minden haderőfejlesztés, ami 2014-et követően történt, azért volt, mert fel akartak készülni egy pontosan olyan jellegű ellenük folytatott háborúra, ami most folyik. Tehát a másik hazugság, amit orosz propaganda termékek állítanak, az az, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok fegyvereket adott el Ukrajnának, azzal kiprovokálta ezt a háborút. Még az Obama kormánynak volt az az álláspontja, hogy nem lehet fegyvereket eladni Ukrajnának, hiszen az egyfajta eszkalációt jelentene. Itt szeretném megjegyezni jobboldali honfitársaink kedvéért, hogy a Trump kormány volt az, aki megváltoztatta ezt a döntést, és elkezdett fegyvereket eladni Ukrajnába. Ezek a fegyverek ugyanakkor rendkívül rövid hatótávolságú fegyverek, amivel támadó háborút egyszerűen fizikailag nem lehet vívni. Ezek a fegyverek arra szolgáltak, hogy legyenek nekik fegyvereik, hogyha az oroszok bevonulnak a területre. Sokszor odáig jutnak azok az emberek, akik az orosz álláspont mellett érvelnek, hogy ma Magyarországon nem lehet megismerni az igazság mindkét oldalát, és ők el vannak nyomva. A helyzet az, hogyha meg akarjuk nézni, hogy kinek a véleménye van elnyomva, akkor nézzük meg azokat az orosz törvényeket, amiket nemrég hozott az orosz vezetés a háborúval kapcsolatban. Ha valaki jelenleg Oroszországban írásban nem háború szót kimondja, a háború szót leírja, és nem speciális katonai műveleteknek nevezi, ami folyik, akkor pénzbüntetést vagy börtönbüntetést kap. Aki kijelenti azt az egyszerű tényt, hogy Oroszország indította ezt a háborút Ukrajna ellen, börtönbüntetést kap ma Oroszországba. Bezártak egy tévécsatornát, bezártak egy regionális újságot, és bezártak egy rádiócsatornát azért, mert nem pontosan azt mondták, amit Vlagyimir Putyin elvált a háborúról. A helyzet az, hogy Oroszországban nem ilyen média túlsúly van, vagy olyan média túlsúly, nem az van, hogy egyik álláspont jobban érvényesül, vagy divatosabb, mint a másik, hanem az, hogy törvényileg és erőszak szervezetekkel érvényt szereznek annak, hogy csak egy álláspont lehessen. Ott vannak valójában elnyomva a vélemények.